Bál, mióta van, és mi a célja? A Katalin Bál, hát én 30 éve vagyok a kórusnál, 30 év óta mindig működött. A hagyományok szerint az előtt is bőven tartottunk Katalin Bált. Ennek a célja mindig az volt, hogy a kórus anyagilag támogassák, összeszedjük azokat az összegeket, ami a kórus működéséhez szükséges. A célja, hát az egyértelmű, adománygyűjtés, hogy a kórus a feladatait el tudja látni, annak a pénzügyi forrásait meg tudja teremteni. Most már jó pár éves, szerintem közel 10 éves a kapcsolatunk a Markó Geminivel. Nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Ők minket annyiban támogatnak, hogy azon túl, hogy egy nagyon jó és kellemes zenét adnak, a társaságunkat is növelik a baráti körükkel, és akkor így adódik az a lehetőség, hogy közel 200 főre is fel tud duzzadni a közönség, és ennek a nagy része táncos közönség, aki kimondottan szereti ezt a, mondjam úgy, a 70-es, 80-as évek zenéjét, és szeret táncolni. A kórusunk 2024-ben ünnepli a 100. évfordulóját. Nagyon kevés férfi kórus van Magyarországon, aki megéli ezt a, mondjam úgy, matuzsálemi kort, illetve még kevesebb van, aki effektív működik is. Mi, hála jó Istennek, egyelőre igaz kis létszámban, de aktívan és nagyon szép repertoárral működünk. Büszke vagyok arra, hogy a kórus mai napig is azért évente 20-25 szereplést tudhat maga mögött, 3 testvérkórusi szerződéssel, barátainkkal tartjuk a kapcsolatot, határon belül, határon kívül. És csak Török Bálintiak a kórus tagjai? Nem, a kórus most már nagyon színes. Mondhatom azt, hogy elméletileg úgy fogalmaznék, hogy aki a kórusba énekel, valahol mindegyik Török Bálintinak érzi magát. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy avval, hogy bekerül a kórusba, a Török Bálinthoz való kötődése erősödik, tehát mondható, hogy minden dalosunk valamilyen szintig Török Bálinti. Lakcím szerint igen, sokan vagyunk érdiek, Budapestről, Pátyról, Budaörsről, meg a környékbeli településről, de ezek a fiúk is minden héten vállalják azt, hogy eljönnek próbára, és minden rendezvényünkén itt vannak. Én már 53 éve énekelek ebbe az énekarba, amely büszkeség számomra, hogy a mai napig részt vehetek, aktív tagként szerepelek, minden fellépés lehetőség szerint jelen vagyok, és aktívan képviselem az énekart. Ezek a bálok, ezek hagyományosak Török Bálinton, főleg a Katalin Bál. Régebben voltak még dalos bálok is, azok februárban voltak. Nem tudom, hogy most rendezésre kerül a dalos bál, mert a pandémia ugye mindent félbe szakított, de elképzelnek tartjuk, hogy ha most megfelelő létszámmal lesz a bál képviselve, akkor megfelelődik ezt februárban a dalos bált is újra beiktatva az ének a produktumába. Most szórakoztató darabokkal készültünk, értelemszerűen bára készülve, a hölgyeknek is szeretnénk kedvezni. A komolyabb darabokat azt majd adventkora a templomba, a koncerteken adjuk elő, esti állítatban, templomi állítatban, ugyanúgy Érden, ahogy szerepelünk, vagy éppen Kosdon a templomban majd fogunk szerepelni. Most pedig egy nagyon szórakoztató 3 darabos kis, egyszerű kis műsorral készültük a szeretett vendégeinknek, akiket ilyen nagy szeretettel vártunk, és most úgy nézem, hogy lassan megtelik a táncterem, és lassan a zenekar is behangolódik, és elkezdődik a bál. Batyus bál?
Igen, valóban ez így igaz. Úgy is van megkérdezett, hogy Batyus Bálnak tituláljuk ezt a dolgot. Valóban mindenki hozza maga a süteményét az asszonyok révén. Finomabb sütemények, szendvicsek készülnek ilyen alkalomra, és a férfiak természetesen előrukkolnak a salátboraikkal, vagy ha nincs nekik, akkor a legjobb portékát, ami a polcon találat, azt elhozzák magukkal, és azt fogyasszuk mindnyájan. Egymást kínálgatva, vidáman beszélgetve, énekelve telik ez az este, ez erről szól. A férjem énekel ebbe a Lendvai Károly férfi kórusba 20 éve, és édesapám is itt énekelt annak idején, és mi még akkor, abban az időben kezdtünk el ide járni a bálba. Ennek az a hagyománya, hogy ez a kórus, ez mindig megrendezi ezt nagyon-nagyon régóta. Sőt, régen farsangi bálok is voltak, azok valahogy úgy lefaragódtak, de a Katalin bál az, hál' Istennek, megmaradt. De legyünk jókedvűek, és most ilyenkor félre kell tenni minden bútbajt, hanem örüljünk annak, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, és ez a lényeg. A Lendvai Károly férfi kórus karnagyát kérdezem. Mi várható ma este, és mondjon el mindent erről a férfi kórusról? Hát mindent azért nem fog tudni ilyen rövid alatt elmondani, de hogy a férfi kórusunk idén 98 éves, arra készülünk, hogy a 100-at is megérjük. Ma este a szokásos Katalin bálunkat tartjuk, ahol rövid kis vidám műsorral készülünk. Leginkább azt szeretném üzenni, főleg a férfi társaimnak, hogy jöjjenek énekelni velünk, mert a 100 éves évfordulót akkor tudjuk igazából méltó módon megünnepelni, hogyha a tagságunk az bővül. Kotyogos, kotyogos, csej a gégém, iszamos, csúszamos, a járásom kopogos, kopogos, ha cifrázom, ropogos, ropogos. A kulacsom, kotyogos, kotyogos, hely a gégém, iszamos, csúszamos, a járásom kopogos, kopogos, hely ha kicifrázom, ropogos. Borban az igazság, borban az igaz, borban a felett. Meg ne lásson a huszár, meg kell talál.
is oly robogó, kedvem mindig oly dobogó, mert színed, mint te színed, mert az női szoknya jó. Csak legyintek kis sekő, jó kis kocsma, jó kis bor, meg még asztal mindenkor.